Már megint elérkezett a nyár. Már megint itt van velünk ez a hónap, ez a bíbor szegletű, ez a kis sámlira felálló cseresznyét evő hónap. Pok szaka i. Ugye a nyárról van szó, és mivel ünnepelhetném meg az, hogy itt a nyár, mint egy Vice City Stories New végigjátszással? Egy Vice City Stories New végigjátszás, nem kiabálunk, már a végén még felkelnek az állatemetőből az állataim. Szóval hagyjuk, nem kiabálok, de akkor is itt van a Vice City Stories New végigjátszás. Ez a játék egy olyan kuriózum számomra, egy olyan instant klasszikus, amit nagyon-nagyon későn fedeztem fel, hogy csak is plusz jóságokat tudok rámondani. Jó, azért nem, de na, nagyon-nagyon, hogy is mondjam, azért azt tudjátok, hogy sokkal jobban bejön, mint a Vice, igen, mint a Vice City Stories. Nem a Vice City, nem attól, a Liberty City Stories-t akartam mondani, és ez azért hozzátesz azért, hogy újra itt vagyunk 80-as években, nem beszélek a sztoriról, meg semmi, mert már volt végigjátszás, ez egy new végigjátszás. Ugye 15-ben kezdtem el az elsőt, és az már 2 éve, majdnem 2 éve, szóval akkor itt a vakáció, itt van, ugyebár a szúnyog invázió, meg minden, induljon a Vice City Stories New végigjátszás, Victor Vance-szel a főszerepben, a maga prímai korszakában, a maga best soundtrackével, a maga kitűnően nagyon ízléses sztoriával. Nézzük meg, hogy az utolsó ilyen 3D-s, mármint PS2-es, Xbox-os GTA hogy teljesített. Még nem tudom, miért nézzük meg, amikor már mondom ez a New végigjátszás, de na! Beszéd off! Egyelőre szóljon I want to know what love is! És gyönyörű énekek fognak itt zajlani, kérlek titeket, főként Ákos, ebből a végigjátszásból instant montés videót csináljunk közösen. New game, újra, visszatérünk, végre, megint éreztetem azt, amit annyira hiányoltam 1-2 GTA-kban. Köszönöm, hogy megszülettél Vice City Stories. És az egyik legszebb GTA, mármint úgy értve a régiek közül, a GTA 4 előtt. Gonna take a little time. Little time it taking's over. Hát muszáj énekelnem a copyright. It's gonna take a little time. Na, meg is... Fekete szájú, ki van fesve a szája, meg is érkezett. És Victor Vance is megérkezett. Közénk. Itt vagyunk, ugye, Victor Vance-ről. Tudni kell, hogy katona, ő egy teljesen civil főszereplő. Most jött ide Vice City-be katonáskodni egy kicsit, és nem úgy, hogy szalonnát katonáskodva, katonás dologgal elkatonázza, nem. Hanem ugyebár szegény családból származik, segíteni akar a testvérének, hogy a kezelési költségére kicsit támogassa. Más opciója nagyon nincsen, ezért lépett be a katonaságba. Ez a kis proli köcsög meg itten dumál nekünk, hogy miért léptünk be, vagy kérdezi. Gyerekek? Asszony, nem ad semmi, nem, semmi gyerekről nincsen szó, gyerektartásit azért nem kell fizetni. Mi vagyunk első katonák, akik öv nélkül hordják a katonai nadrágot. Zsír. Hát igen, mondjuk családról van szó, édesanyánk egy szar darab, mármint a Victor Vance, nem a YouTube, a Gator Norby közösség édesanyja. Nem sok lehetősége van. Mit tudtam volna még csinálni? Te miért léptél? Miért csatlakoztál? Mindjárt leveri azt a 84-es gépet, amúgy 84-ben járunk. Hát ilyenkor azért még durvát sem szedtem. Az udvaron egy pillanatot kívánok. Mm-mm.
Akkor a szivarja van, mint hát körülbelül én dákom egy jó kis kufirc előtt. De... igen. egyből már a rossz dologba akar minket bevinni ez a Jerry. Azt mondja, menjünk el a motorjával a reptérre és menjünk fel egy csomagot. Ennyi. Mert ugye már még szolgálaton kívül vagyunk. Nem adjuk be senkinek még a hatos körözést. Egyelőre azt mondja, hogy ennyi lenne. Már látszik rajta, hogy be van egy kicsit kápszízva. Valami fű, vagy valami ott a közlegénynél, vagy ezredesnél, vagy itt ugye már tizedes halálosztag mennyit leső, nem tudom. Ezt a csávót már alapból egy kicsit diszlájkkal kell fogadni. Hát igen, Viktor, ugye nem tudta mi az a pager. Én is tudom mi az. Welcome to 80s Vic. Hát a Jerry Martineznek ma mutatna okostelefont. Szerintem a égő végét bekapná a szivarjának, de egy pillanat. És akkor a dögcéduránkkal a nyakunkon azt mondják, hogy szálljunk fel erre a mocskos okádik motorra. Hát felszállunk. És akkor szóljon. Oh, feeling, I wanna sexual healing. Oh, I don't want some it. Oh, I know you're feeling, I wanna sexual healing. Pick up, pick up, pick up. Hát gyönyörű, gyönyörű kezdés, vagy gyönyörű kezdésnek a folytatása. De akkor váltsunk egyik kedvenc rádió csatornámra, a Flash FM-re, amivel éppen beszélnek, ugye? Nem, nem beszélnek. Azt tudni kell, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú végigjátszás. A 100%-os lesz megint, mint a Alabice Story, szóval előző végigjátszásom volt. Itt minden megnézünk, még valami... A hangya seggébe is belemegyünk. Amúgy, de komolyan. Kicsit elfáradtam, de nem mondom el, hogy mit csinálok a vágás között. Nem, nem, semmiféle... Nem, azért Jerry Martin-t nem vertem rá. Jó, nem, nem, nem ilyesmi történt. Hallgassunk Emotion-t, hogy a már... Ugye a recskák... A recska... A gyönyörű, romantikus dallamok elérése céljából. Pillanat, most már Simba macskám jönne befele, Emotion-re. De nem jön. Nem hallom úgy, hogy ezt beszélnének-e, vagy zenélnek-e. Mi az, hogy nem hallom, hogy zenélnének? Hát nagyon-nagyon-nagyon szép nóta szól. Simba, gyere be, beengednek. Közösen hallgassuk meg. Gyere kis macskám, gyere. Gyere, ugolj ölembe. Csókolj meg, gyerünk. I wanna take a little time. Itt nem lesz semmiféle történet nagy elbeszélgetés, az nem fog epilógusokat beszélni. Itten a töménytelen szórakoztatás a cél ennél a New Week játszásnál, mint az összes Week játszásomnál. Na, Army Boy. Oké, mi a... Hallod, szellőztessél már a repülőgépedbe, tiszta sötét van. Hát mi, denevéreket tartasz a repülőgépedbe, vagy mi van? Ó, valamit meg... valamit... Adok a főnöködnek. Ó, jó az élet neked. Min hajó van! Csecs van! Seg van! Minden van neki. Én meg itt a... Simba, gyere ide! Na jó van. És akkor, ugye... Ez az első... Vice City és GTA. Már ez a második. Már mi? Hol tudunk úszni. Ott valami fröccsent, ott biztos nem a vörös bor volt. Na ennyi, ezért nem szeretem itt a kezdetét. Már meg gyönyörű két szépség halt meg, plusz az a tetves mexikói. Ja nem, az még él. Jaj, nagyon jó. Hú, és igen, Viktor már ezt tud úszni. Hát mindig a fekákat tudnak úszni. Egyébként kronológiailag ez az első GTA, amúgy 84. Vagy lesz, hogyha a GTA 6 82-ből fog játszani, akkor az lesz az első GTA kronológiailag. Le fognak lőni! Le fognak lőni, nem csak kronológiailag! Abis tovább, már! Színben nem akartak felébreszteni. Jó, hamar elaludtál. Hát mi a már itten? Jól kezdődik a game. Fekszek a földön. És akkor a csomagot, nem tudni mi van benne, lehet csak izé...
Vice City tündér tavi rózsa, nem biztos, de el kell rejtenünk, szóval nem tündér rózsa van benne. Hát igen, egyből belekerültünk a szarba. Ez az én barakkom, ez az én barak Obamám. Menj már ameddig itt, menj már befel a orvoshoz, a katona orvoshoz, így van. Mert még tartozunk neki egy fűnyíróval is. Na, ugye? Nézzük meg, hogy kikkel alszunk, sok meleg katonával. Ajaj, nyam nyam. Ugye Simba? Nyam nyam. Gyorsan. De melyik az én ágyam? Hát ráfekszek mind a hatra. Mert én nyújtózkodó szeretek én aludni. Remélem reggel nem lesz ilyen tiszteleg, meg mind a vigyáz. Arra kellünk, hogy mit tudjam én, kinyissek ablakom, mert büdös van. Na, az első kis fegyverkénk már itt is van velünk. Egy kis pisztoly. Hát itt azért nem tudom, nem nagyon szeretném zuhanyozni. Elment tőle a kedvem, na ne haragudjatok meg. Én azt mondom, nem mehetsünk, hanem vizsgjük is vissza a csomagot Jerrynek. De kicsit nézzünk körül itt a barácknál. Most tényleg én megint jóra valók is, hogy is mondjam, elveszett Fridlát, a fosztogatói leszek. Szóval nem fogok bántani embereket céltalanul, mert Vic egy civil, egy nem bűnöző. Katonákat nem fogunk, saját katonatársainkat, akik védik az Amerikai Nemzeti Egyesült Abáccalókot, nem fogunk támadni. Hát igen, a tankot azt nem lehet ellopni. És elég csórón érkeztünk. Azt el kell mondani. De majd hogyan végezzük? Ho-ho! Az majd még a jövő... Vikja. A jövő Vikja. Na! Na menjünk be a rusnyi pofájú épületéhez, Így van, takarítás a házban. Na, Simba hozd be a porszívó, takarítás a házban. Na, mennem kell, megérkezett a kavári, az biztos valami kritizáló szó. Na közlegény, nem, mit terregelted? Idegessé tesz a cucc. Ah, az drog. Jaj, te vagy a ideges. Milyen izéje van már arc üreggyulladása. Tiszta ilyen Don Vito Corleone arca. Mármint így a ránc miatt. Szerintem nem vezet jó útra, érted? Mi van ott az felmondásom, vagy mi az az a papír? Igen, jobban szeretem a fegyvereket, így van. Most nem. Aha, van egy fickó, akinek... Aha. Várjál, már mit csinálsz ott? Te tudod, hogy töltöd dohányt. Ez annyira hülye, hogy most mondanám, mutasd már meg a bácsolókat a földgömbön, vagy mi az, meg se tudom mutatni. Aha, hallod, ez még munka közben drogozik. Ezt kéne feljelenteni, most már komolyan. Én Vic helyében olyan, ja, az a baj, mert benne vagyunk a szarba. Nem kellett volna elmenni airportba. De még az a monitor, az a milyen jó lenne egy gét ötözni, nem? Körül Michaelnek a hátát látnánk. Hú, az meg izé, bekenni magát a viszkivel, úgy fekszik el ott a ágy mellett. Na, találkozunk Phil Cassidyvel, ő lenne elvileg Flash FM. Oh. Nem, kezdődik, Phil Collins megjelent, már csak egy hangügyileg, de itt már komolyan annyira tetőtől talpig izzadok a nedvességtől, boldogságomban. Menjetek már innen, life forever. Takarodjunk már, és Phil Cassidy, ugyebár Martinez, anyád! Martinez valami régi katonatársa, és ő vesz fegyvereket, mert ez a kis köcsög Martinez, Paradise FM, ez a köcsög Martinez a katonaságtól lopja a fegyvereket, és adja elfele. Jó, ez jó, ne. Na, csak rakétavető üzletem, már tankot ad elfele. Hova tűnt a tankom? A tankunk? Nem tudom. Rám támadtak a kínaiak! Emotion FM. Néha olyan lágy ez Emotion FM, hogy nem hallom.
Várjál, most jön neki. Ame na cielo, ame na tus manos, ame a tus pacos, ame camino me la escena no, ame na 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 Fernando Maya. Igen, inkább vegyük le a zenét. Mindannyian jobban járunk. Na, Filiboy. Hoppá! Bang! Úgy lelőtti a gét a napra, azek! Mindenki ilyen equalizerrel nyomja, itt a játék elején. Én a kis pisztolya, szégyellem magam. A belemet is kilőtte. Szimba hídó mentes. Ó, a seregben harcolt. Ott inkább kinézel egy ilyen alkoholista vén pöcsnek. Vice City-ben sokkal fiatalabbnak néz ki ez a film. Ugye ő a Vice City-ben is szerepel, ezt köztudott. Get into Filstrack. Az igen, ez a rozsdás tragacs öregebb szerintem még a Fehérháznál is. Nem, Emotion-t azért nem hallgatunk Phil Cassidy-vel. A melegségnek is megvan határ. Ó, az jó, az ilyen fiatalságot előtobzódó szar. Mert... Bang, bang, I am the warrior. Ezt én mondom, mikor tudjátok... Ki tudom nyomni a 20 fekvőtámaszt. I am the warrior! Na, hoppá, elfoglalták Phil házát. Egy mexikói bandák. Ez ilyen vagosz féleség. Cholosz, Cholos a neve. Csalós. Az idő néha csalós. Egy kicsit. Hát kösz Phil, hogy segítesz. De megpróbálom úgy csinálni, hogy csak ütögetek mindenkit. Apuval készítettük, tudjátok? Mert úgy hát a... Jó, azt is kiészként tekint a játék, de most tényleg ilyen rendes vagyok. Én katona vagyok, én nem ölök még egy ilyen rossz gangstereget sem. Ugye Arnold? Mi a közös oldalon vagyunk amúgy most, Arnold. Mennyi rendőr jön még? Ah, nagy buli van itten. Behalt már a játék. Ha bekapcsolod a frapszet, meghal a játék. Nem azért, de ezek miért nem támadnak? Na, most már támadnak, nagyon jó. A makkunkba. Ez már meg felvett apának atlétáját. Are you gonna kick my ass? Are you gonna kick my ass? My ass! My ass! Megdög lesz! Vagy én halok meg mindjárt. Oppó! Hát bocsi, hogy kicsit ilyen ízléstelen módjára csinálom ezeket a sztorikat meg minden. De ez az én sztorim is. Ezt így kell megtennem, cselekednem. Várja, felvezük a HP-t. I gonna meet my man hands in the sand. I can know mine and dream and we belong. Partanyál már meg fel a fiacskám. Így van, így van. Közben így zenének kéne szólni, Paradise FM. Az igen, lefejük a ajtót. Aha, szia, fel fel a hígítót. A kerítésben még nincs lefesve anyádat! Az igen, azért látszik katona. Azért otthon boxzsákokat vereg, ütöttük, vagy lehet a testvérünket ütöttük. És se lehet tudni. Nagyon mellé volt mi nekem. Na, és akkor elvileg itt van a pénz, amivel tartozik Phil. Ugye vásárolt fegyvereket Marty Mestől, csak nem visszette még eddig vissza. Nézd, Penny! Penny? Manny! A pelikánok! Penny! Na, vigyük vissza a comagockát. Paradise FM. Hallgatunk rockot is, de akkor megvadulok. Na, gózunk már, jó? Only the mean is a reaction.
Sosem voltam egy... Ég egy nyarsuláson. Milyen jó már ennek a Viknek. Hát mondjam, nem jó, de... Szabadjára van, bocsánat. Nagyon jó amúgy, tényleg olyan hülyeségben beszélek. Most meg terrorizálják. Pont egy ilyen őrmester mellékelt. Anyád! Szegődnünk. Resurrection. De hangosabb lett volna már a játék, nem tudom. De ezt a kocsit el kell tüntetnünk, hát mit gondolnának a, mit gondol a katonaságra? Bemegyünk ilyen kocsival. Honnan? Honnan van? Mi? Honnan van? Tán, mit tudjam én? Kiraboltod a Tesco-t. Na, nem. Szóval ezt el kell tüntetnünk. Nekem ilyen kocsi nem kell. Összevisz a pörög, meg minden szar. Jaj, már takarodó van, már nekünk feküdni kéne, a fekvőtámaszokat csinálni, inkább itt megyünk be. Jó, itt maradsz, aztán... Nyíld a füvet. Na. Hoppá. Jó, hát jó, ez jó volt, jó volt. Hát nem egy izé. Egy CJ. De szerethető karakter, nagyon. Nem tudom, beleboxolok, akkor meg lő el. Hát én csak beleboxolok, nem kell attól még megölnie. Na, most már megyünk, most csináljuk úgy, mint a tényleg katonák lennénk. Hoppá, Elin nagynéni, biztos valami rokon, vagy a nagynéni. Ugye semmiféle bajban nem keveredsz, Viktor? Már nem kérdezte. Számítunk rád! Lance azt mondja, hogy... Szia! Lance. Ő biztos a testvérünk. Nem ismeri semmilyen Lance-t. Egész életemben. Feel let's friend use his shooting range whenever they want. Whenever they want. Jó, akkor megnézzük. De ez egy ilyen rövid első rész lett volna. Az első résznek mindig rövidnek kell lenni utána. A végén még, mit tudjam én, megtörik az átok. Fel kell vennünk még egy HP csomagot, mert rátok hányok, és akkor itt innen fogjuk folytatni. Nagyon-nagyon feldoppingolt az első rész, nagyon jó, hogy újra itt visszatértem. Hát ennek a végjátszásnak én már, ezt már nagyon vártam, ezt a új New végjátszást. Nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy veletek közösen megéltem, hogy el tudtam újra kezdeni ezt a Vice Story-t. Innen fogjuk folytatni, jó? Látod, még születésnapomkor is Vice Story-ztam. Na. Lost and Found, és akkor köszönöm szépen, hogy megnéztetek az első részt, lájkoljátok, hogyha szeretnétek több részt, hogyha minél hamarabb, és akkor jövünk Viktorral legközelebb is, ez a csöves paprikajancsis őrmesterrel egybe vegyítve. Köszönöm, sziasztok, legyetek jók, ha tudtok. A többi Grand Theft Auto Vice Story-t.